Szia! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon reggelen, délutánon, nálunk este van. És délután még nincsen olyan este, csak 5 óra 37 perc van. És a mai videóban nem más fogok csinálni, mint ahogy a múltkor ígértem nektek, válaszolni fogok az összes kérdésre. Ugye egy héttel ezelőtt kérdeztem tőletek, hogy van valakinek valami kérdése, oda a videó alá írjátok meg, sokan meg is tettétek. Ugye a mai videóban ezekre a kérdésre fogok megpróbálok válaszolni, ugye amennyire csak tudok. A Davis az el van foglalva a mesével, ugyanis kezd egy kicsit elfáradt lenni, azt hiszem. Ugyanis ma futkoztunk egyet, és látod, na mindjárt, ugye nem más néz, mint a Toy Story. Ugye a Toy Story a tévébe. Úgyhogy én most fogom a számítógépemet, felkapcsoljuk itt a világet, sötétedni. Ilyenkor tényleg korán sötétedik, fogom a számítógépemet, kihúzom, és bemegyek a hátsó szobába, aztán ott folytatom, hoppá, tovább. Behúzzuk az ajtót, ez a fürdőajtó, behúzza a másik ajtót is. Most néztem, hogy 143 kommentet kaptam, abból nem tudom hány darab kérdés. Egy ilyen 100 biztos, hogy van belőle. Nem is tudom, hogy hova üljek, ugye, hogy jól legyen a fény, meg valami értelmes dolog legyen a háttérbe. Ott a hűtőkön, lehet, hogy a hátam ment lesz, na minden. Ide lerakom a számítógépet, ide valóban az ágyra. És a kamerát meg innen mellé. Úgyhogy olvasom a kérdéseket, aztán próbálok rájuk válaszolni. Nézd, egy pici lettem. Lehet, hogy közelebb kellene hozni. Na minden, sok minden nincs a háttérben, de odaülök hátra. Valami szép színes, mindig úgy próbálok állni amúgy a kamerából, hogy valami legyen a háttérben, szép zöld vagy kék, hogy valami érdekes dolog legyen, na várja. Érdekes dolog nincs a háttérben, csak az a táska, ugye megyünk holnap után nyaralni. Attól függ, ugye ez a vasárnapi videó, úgyhogy nektek ma megyünk nyaralni, nekünk ugye ez a videó egy kicsit előrébb van, előrébb vettem fel, mint megyünk, na mire értitek. Úgyhogy... Mutatom, nem mutatom, olvassam, miket mondok. Tehát, próbálom mondani a neveket, ugye. Hol vagyunk? Hús, szombat, kérdezte, hogy mikor lesz MERS. Mikor lesz MERS? Mi az a MERS? Az a MERS vagy nyersz, nem? Vagy mered, vagy nem mered, nem tudom. Fogalmam nincs, ez ilyen valami játék, nem? Nem tudom, mikor lesz. Nem is tudom, hogy működik. Na igen. Aztán Norbert Kovács, ha lenne sok pénzed rá, akkor egy Lamborghinit vagy egy jó hajót vennél. Egy jó hajót vennék, komolyan ilyen nagyon szép hajót vennék, annyi pénzből, ennek nem is kellene annyi pénz. A negyedet bőven elég lenne, még a negyed is elég lenne, hogy egy szép hajót tudjak ugye vásárolni. De a Lamborghinivel sok helyre, még el tudnánk menni sok helyre, de egy kétüléses, még nagyon szép autó, én rettentően szeretem az autókat, de nem tudom. A hajó, én jobban szeretnék egy hajót, komolyan mondom, na ugye menjünk tovább. Szeretnél vezetni egy Lamborghinit? Ja, igen, szeretnék vezetni egy Lamborghinit, biztos, hogy fogok is vezetni Lamborghinit, hogy mikor, nem tudom, hogyha megyünk Las Vegasba, ugye majd biztos, hogy van, amikor megyünk, akkor gondolkodtam rajta múltkor is, hogy ugye bérünk egyet, mikor az öcsémmel mentünk, de nem tudom, valójoknál fogva ugye nem került rá sor. Ugyanis lehet bérelni Lamborghinit egy, még akár egy órára is ki tudod bérelni, tehát mész fel egy kört, élvezed, aztán visszaviszed, tehát nem kell kibérelni egy napra vagy egy hétre, ugye, csak úgy, hogy mész fel egyet, de nem tudom, hogy Lamborghinit bérelnék, vagy pedig még egy Ferrarit, bár lehet, hogy mind a kettőt. Na mire, ma meglátjuk, a jövőben biztos, hogy fogok vezetni. Aztán, Norbert Kovács, hú, de sok kérdésed van. Hány évesek vagytok? Én 37, a feleségem egy évvel idősebb, fiatalabb, én vagyok egy évvel idősebb. A Lucas az 10 múlott, a Davis pedig 3 éves lesz. Játszatok a Minecraft-tal? Nem játszunk. A Lucas régen játszott lesz. Mikor lesz gameplay csatorna? Már volt. Aztán abban is maradt, úgyhogy nem hiszem, hogy mostanában lesz. Bár ki tudja. Én nekem nincs időm ugye mostanában játszani. Ezt mind Norbert Kovács kérdezte. Aztán Bálint Farga, mióta laktok Ausztráliába? Most már régóta, ennyi, 18 éve, nem? Most már körülbelül 18 éve jöttünk el Magyarországról. Jártál már valaha Romániában, Székelyföldön? Dani KSV kérdezte, még nem jártam, de majd el szeretnék menni, hogyha megyünk legközelebb Magyarországra, biztos, hogy el fogok menni a környező országokba is, ha nem is mindbe, de egy párból el szeretnék. Menjünk tovább, csak azért próbálom olvasni, mert nem mindegyik kérdés, tehát van amelyik ugye csak komment. Zsé Dániel kérdezte, milyen a kapcsolatod a gyerekekkel, mennyi időt töltesz velük? Szerintem nekem jó a kapcsolatom a gyerekekkel. Amennyi időt csak ugye velük töltök, a Lukösszel most már kevesebbet, ugyanis a Lukösz, ahogy kezd ugye felnőni, kevesebb időt akar velem tölteni. Legalábbis töltünk együtt időt, de nem annyit mondjuk, mint régen, vagy mint a Davis-szel. És a Davis-szel ugye
többet játszunk, mert hazajövök a munkából, ugye épp hogy csak meg se ebédelek, vagy meg se zuhanyozok, már ugrálni kell az ágyon, vagy lehozni kell, vagy valamit ugye, vagy a PlayStation-en kell valamit nyomni, de sokat játszunk, tehát a Davis-szel rettentő sokat játszunk. A Lucas-szel is, de már nem úgy, ugye Lucas már idősebb, ővel másféle fajta dolgokat csinálunk, tehát elmegyünk mondjuk együtt a bevásárlóba, vagy megnézzük a DVD-ket, vagy mondjuk a weboldalakot, valamit ugye mutat nekem, hogy mi milyen vagy valami videó, tehát másféle fajta, nem játékot csinálunk, hanem másképpen foglalkozunk egymással, vagy vele, vagy érted, mit mondok. Tehát amit tudok, ugye, amikor időm van, velük töltöm. Tehát nem azt mondom, hogy minden időmet ugye velük töltöm, mert ugye el szeretek menni jetskizni, hogy láttátok, régen is el szoktam menni, tehát azért töltök a hobbimmal is ugye időt, meg ugye a feleségemmel is, de azon kívül minden időmet ugye a gyerekekkel, meg a családdal töltöm. Ugye mindig itthon, általában mindig itthon vagyok, hogyha nem így vagyok itthon, akkor megdolgozok. Aztán megyünk tovább. Mennyi idős vagy, ugye ezt az előbb mondtam. Mi a véleményed magadról? Zsénál Dániel kérdezte, mi a véleményem magamról? Tehát nem tudom, mi a véleményem magamról? Fogalmam nincs. Úgy normális vagyok én szerintem. Biztos, nekem is vannak beütéseim, úgy, mint mindenkinek. Ugye meg vagyok néha kukkanva, úgy, mint mindenki, de nem tudom, ugyanúgy szerintem, nem tudom, normális vagyok. Nem tudom. Mondjuk a videók ugye mások, mert a videók, amit láttuk a videóban, én vagyok, de ugye ez nem 100%-ig én vagyok, ugye, de én vagyok. Tehát én vagyok, de na mindegy, értitek, hogy mit mondok. Tehát, hogyha mondjuk leülsz velem beszélgetni, lehet, hogy nem vagyok olyan megkattant, mondjuk, mint a videókon. Tehát a videók ugye, úgy kell elkészíteni a videókat, hogy érdekesek legyenek, tehát élőben nem beszélek úgy, hogy érdekesek legyenek, jól, de megörültem, ugye, azért élőben nem így beszélek, tehát, hogyha mondjuk találkoznánk így az utcán, vagy valami, akkor nem fog ilyen hülyén ugye beszélni, de na mindegy. Nem tudom. Ezt valaki más tudná megmondani, aki már találkozott velem, hogy milyen vagyok, ugye, vagy mi a véleménye én rólam. Na mindegy. Majd valakit majd egyszer megkérdezzünk, lehet, hogy az öcsémet megkérdezzük, nem? Vagy valaki, aki már itt volt Ausztráliában és találkozott velem, valaki olyat kéne megkérdezni, mikor az Ádámot meg tudnám mondani, hogy mi a véleményem, vagy mi a véleménye rólam. Na mindegy. Megyünk tovább. Hány éves a Lucas? Várj, még egy kérdés kimaradt. Milyen állatokat utálsz ott? Utálom a kígyókat, utálom a gyíkokat, utálom ugye ezeket a gekkokat, mindenféle csúszómászót utálok. A pókokat, azokat most sem nagyon rajongok, érted, annyira nem félek tőlük, meg nem undorodok tőlük, bár nem szeretem a pókokat se. Na, hány éves a Lucas? A Lucas ugye 10 múlott. Hova mégtek nyaralni? Csaba és Jászmin Channel kérdezte, Amerikába megyünk Los Angelesbe, azon belül majd meglátjátok. Mikor jössz ki Romániába? Szende Makai kérdezte, egyszer, hogyha megyek majd Magyarországra, megyek Romániába is valószínű. Fogsz jönni majd Szlovákiába? Yes, igen, na, miket mondok? Megyek, oda is majd megyek, hogyha megyek Magyarországra, ugye ahogy az előbb mondtam. Aztán, melyik repülőtársaságba utaztok? A Virgin Ausztráliába fogunk utazni, mikor most ugye megyünk Amerikába. Szia, milyen kamerát használsz? Kaposvári Robert kérdezte, milyen kamerát használok, ezt a Sony RX100-as M3-asat használom, ugye a harmadik kiadást, ezen kívül használom a GoPro-t, most ez az újat, ezt a 6-osat használom, a szemleges videót használom, meg a telefont, az iPhone 10-eset szoktam néha használni videókra. Mi rossz ott Ausztráliába és mi jó? Nagy Csaba kérdezte. Mi rossz ott Ausztráliába és mi jó? Hát nem tudom, erre nehéz válaszolni. Nem tudom, sok minden jó, sok minden rossz, mondjuk mikor nagyon meleg van, én azt nem szeretem, főleg, hogy ilyen izzadós az idő, az nem annyira jó. De az jó, hogy ugye nincs olyan hideg mondjuk, mint Magyarországon, tehát az időjárás azt szeretem, meg süt a nap, majdnem mindig süt a nap, ugye még télen is, ezt szeretem. Aztán, megyünk tovább, hány tesód van? Egyetlen egy testvérem van. Nézed-e a VB-t, ha igen, kinek drukkolsz? Nem nézem a VB-t, de nem drukkolok senkinek, amit tudom, hogy Ausztrália Magyarország ellen nyert, ugye, ha jól tudom, szerintem nyert. Aztán, Péter Kósa, Tamás, verekedtél már? Hány éves vagy és Lucas is hány éves? Ugye ezzel mondtam, hogy hány évesek vagyunk. Verekedtél már? Igen, verekedtem, ugyanis régebben ugye én is gyerek voltam, szoktunk verekedni. Cselgáncsoztam, ugye judoztam, és ott is szoktunk ugye verekedni, mert szoktam járni versenyekre. Tehát úgy, mint minden gyerek, meg szoktunk verekedni, ugye. Főleg az iskolában, meg mindenfelé.
Szoktam régen verekedni, mostában nem szoktam verekedni. Aztán várjál, mentettél már meg gyermeket? Ha mentettél, légy szíves, meséld el elő is, köszönöm. Még nem mentettem meg egy gyereket se, senkit se. Kinek szurkolsz a VB-n? Szeretél egy házi állatot, jöztök Magyarországra? Ez ugyanaz a személy kérdezte, próbálom kimondani a nevét, K3Win kérdezte. Tehát, kinek szurkolsz, hogy ezt az előbb mondtam, hogy ugye nem szurkolok senkinek, szeretnél egy házi állatot? Nem szeretnék házi állatot, volt ugye már macskánk, régebben volt ugye kutyánk is, tehát volt már házi állatunk, de úgy szép, meg jó, hogyha van ugye egy macska, mert szeretem úgy megsimogatni, meg minden, de úgyhogy ugye mindig meg kell etetni, meg hasonló dolgok, mert nem csak etetni, tehát hogyha elmész róla, ugye valami gondolják. És nem tudom, annyira úgy szép, meg minden, de úgy nem szeretném. Na minden, megyünk tovább. Aztán megyünk majd Magyarországra, hogy mikor, nem tudom. Mi a véleményed a Formula 1-ben lévő halóról? Halóról. Mi az a haló? Ha nem tudod mi, az nézd rá, tudom, hogy már nem nézed, de érdekel a véleményed. Na, erre majd rá fogok nézni, erre utána kell majd keresni, nem tudom, hogy miről beszélsz. Régen ezt szoktam nézni ugye a Forma 1-et, főleg mikor még Magyarországon laktunk. Nem annyira, hogy minden egyes részét, de már nagyon régen nem láttam. Aztán, valaki kérdezte, nem más, mint C. Rokek Kék kérdezte, hogy akarsz még gyereket? Nem akarok több gyereket, szerintem a Davis-szel meg a Lucas-szel, hogy ilyen rettentően boldogok vagyunk, tehát nem akarunk ugye több gyermeket. Valamikor eljöttök Magyarországra, igen. Mivel vágod a videóidat, a Final Cut Pro 10-essel vágom a videóimat. Visszajönnél Magyarországba, mármint nyaralni, vagy odalakni, vagy hogyan? Nyaralni visszamennék, meg majd megyünk is egyszer, ugye. Ha jöttök Magyarországra, akkor melyik városba mennétek? Adok tippet. Gyomaendről, remélem, hogy jó van. Gyomaendről, nem tudom, hol van. Zsombor Olá kérdezte, vagy mondta. Nagykanizsára fogunk menni, ugyanis ugye én onnét jöttem, ott fogunk eltölteni több időt, de ezen belül megyünk majd a egész Magyarországon belül mindenfelé, ugye több város, ugyanúgy, mint eddig is, mikor el szoktunk menni. Most már azért jó régen voltunk, jó pár évvel ezelőtt, és mindig ugye ott szoktam mondani, hogy megyünk mindenfelé, és eltöltünk egy-két napot ugye itt-ott. Miért költöztél ki Ausztráliába? Ugye mondtam, hogy a szüleim jöttek, én meg jöttem velük, mert még csak 19 éves voltam, meg az öcsém is. Aztán hol ismerkedtél meg a feleségeddel, jöztök Európába, igen, majd megyünk Európába, hol ismerkedtél meg a feleségeddel, a feleségemmel a moziba ismerkedtem meg, ugye erről már többször beszéltem, ugye régebb videókat, de elmondom gyorsan még egyszer, az öcsém ugye találkozott egy lányjal a szórakozó helyen, másnap elmentek moziba, vagy el akartak menni, és az öcsémnek, a volt barátnőjének volt egy barátnője, aki most a feleségem jött, moziba mentek, én is mentem, és ott találkoztunk, és ott ismerkedtünk meg. Aztán miért pont Ausztráliába költöztél ki? Azért, mert apukám ide szeretett volna mindenképp költözni. Remélem, minél hamarabb lesz internetetek. Most már van internetünk, tudok feltölteni, ugye aznap nem volt internetünk, meg azon a hétvégén, de másnap ugye, amikor mondtam, nem, rá másnap. Két napra vagy három napra rá, nem is tudom, amikor megcsinálták a hét elén, az a lényeg, megcsináltak, kijöttek, és valami kábelt kell összedudni, de nem a házban, nem az én hibám volt, hanem kint ott az utcán valahol valaki valamit kihúzott, vagy én nem tudom, úgyhogy belenyúltak így a földnek a belsejébe, tudod, levették azt a valamit az aszfaltról, oda benyúltak, valamit összedugtak, aztán ment az internet. Tehát 2 másodperces log volt az egész. Én is meg tudtam volna csinálni, ha tudtam volna, hogy hol kell mit dugni. Na mire, ugyan, menjünk tovább. Megérte kimenni Ausztráliába, mikor jöttek Magyarországra? Én boldog vagyok itt Ausztráliában, úgyhogy szerintem megérte, nem? Én úgy gondolom, hogy megérte. Én jól el vagyok itt. Szeretsz YouTube-ozni? Igen, én szeretek YouTube-ozni, már rettentő régóta YouTube-ozok, ugye? 2006 óta, ugye? Most már több mint 10 éve YouTube-ozok. Te? Na, aztán van egy több kérdés. Fosztó Nikolett kérdezte, mennyi idő eltolódás van Magyarország és Ausztrália között? Attól függ, hogy mikor mondja az idő állítás, de ha jól emlékszem, mennyi 8 vagy 9 óra az eltolódás, ugye? Nem tudom, most pontosan mennyi. Már ugye most volt időállítás, áprilisban általában az időállítás, nem? Vagy március végén valahogy így, és ha jól emlékszem, 9 óra az idő eltolódás. Mi a legveszélyesebb állat Ausztráliában?
Talán a kígyó. A kígyó, ugye vannak ezek a, van a barna kígyó, ami nagyon veszélyes, tehát az a kígyók azokkal kell ugye nagyon vigyázni. Melyik a kedvenc helyed elfoglalt tágod, elfoglaltságod? Melyik a kedvenc helyed már, mint hogy melyik a kedvenc helyem? Tehát a part, én szeretem a vizet, az a kedvenc helyem. Én leszeretek menni, főleg jetskizni, hajózni. Én szeretek ugye oda járni, kedvenc ez az elfoglaltságom is, ugye ez a kedvenc elfoglaltság, hogy lemegyek a vízre, és a hajózok megyek mindenfelé, meg szeretek ugye videózni is, ez is egy nagyon jó elfoglaltság, meg ugye a családdal, vagy a gyerekekkel, ugye a családdal elmenni helyekre, vagy ez egy elfoglaltság, nem? Nyaralni elmenni, az is elfoglaltság. Szeretek elmenni nyaralni. Főleg, hogyha jó helyre megy nyaralni. Bár általában jó helyre mész nyaralni, nem, mert rossz helyre miért menni nyaralni. Na mindegy, mi mindig jó helyre megyünk nyaralni. Na, úgyhogy, menjünk tovább. Jelenleg mi a kedvenc ételed? Emoji. Az emoji, az a kerek valami, tudod, az a sárga, és így nevet, azt szeretem. És mi a kedvenc ételed? Mi a kedvenc ételem? Nem tudom. Anyukám halászleve, azt nagyon szeretem, azt a halaslevest. Ezen kívül szeretem a hamburgert is. Meg szeretem a pizzát is, meg mit szeretek még? Na milyen, menjünk tovább. Jelenleg ezt szeretem. Találkoztam már cápával a tengerbe? Még nem. Az állatkertbe találkoztam cápával. Üveg mögött. Ha sok pénzed lenne, milyen hajót vagy csónakot vennél? Hogyha sok pénzem lenne, milyen hajót vagy csónakot vennék? Fú, attól függ ugye, mennyi pénzem lenne, de valami olyan csónakot vennék, amiben ugye el tudok lakni, tehát egy olyan csomó, amivel körbe tudnám vitorlázni mondjuk egész Ausztráliát, el tudnák benn lakni, mondjuk az egész családdal, tehát egy ilyen nagyobbat, egy ilyen szerintem egy ilyen 40 futos, 50 futos maximum szerintem, lehet, hogy az egy kicsit túl nagy. Egy olyan szfennék, vagy egy olyan szépet, amivel ugye bele tudunk menni, ottunk meg van orrani a hétvégén, és egyszer körbe szeretnék vitorlázni Ausztrália körül, majd ha egyszer nyugdíjban megyek. Tehát egy olyan szép hajót vennék. Meg ami jön egy ilyen kisebb csónakkal is, meg egy ilyen jetskivel is, meg mindenféle dologa, de az nagyon jó lenne, mi? Na minden. Aztán Ferenc Csőr kérdezte, elfelejtettem mondani a neveket, az előbbi kérdés Patrick Flock kérdezte. Mennyit keresel egy hónapban, héten, attól függ, hogy kapjátok a pénzt, és létszi, ha lehet, számolt át forintba. Ugye szoktam mondani, hogy én nem úgy keresek, tehát én minden hónapban vagy minden héten ugye mást keresek, mi amúgy hetente kapjuk a pénzt, úgy mindenki, mind Ausztráliában, hetente fizeted a dolgokat, bár nem minden, bár sok mindent hetente fizetsz, és hogy ennyit keresek, ez attól függ, hogy mennyit dolgozok. Tehát nem tudom, mondjuk azt, hogy úgy keresek, vagy annyit keresek, hogy én ugye el vagyok, tehát hogyha bemegyek a boltba, és meg szeretnék vásárolni egy túrórudit, ami nincs, azt ugye meg tudom vásárolni, hogyha lenne, vagy megtudnám. Tehát nem kell, hú, most a héten nem veszünk meg mondjuk egy túrórudit, mert mondjuk nem tudjuk megengedni magunknak. Tehát szerintem jól el vagyunk, hogy mennyi forintba, nem tudom, vagy ugye dollárba, és ahogy mondtam, attól függ, minél többet dolgozunk, annál többet keresünk, meg attól függ, hogy mit dolgozunk. Tehát szerintem jól el vagyunk. Neked már volt feleséged? Nem, ez egyetlen egy feleségem van, ezelőtt nem volt feleségem. Szerintem remélem nem is lesz még egy. Na, azt mondjuk tovább. Jártatok már Erdélyben, még nem terveztek ide Erdélybe jönni. Igen, ugye, ahogy mondtam, nem más kérdeztem, mint Clementina 24, ha jól olvastam a nevedet. Aztán még tovább, George, milyen érzés volt a beilleszkedés az ottani életbe? Lukasz általában mit szokott segíteni, mikor ilyen házkörüli munka van? Hány éve élsz együtt a feleségeddel? Na, milyen érzés volt beilleszkedni az itteni életbe? Nehéz érzés volt, bár az nem egy érzés, nem, de nehéz volt beilleszkedni. Tehát nem volt olyan túl könnyű, tehát más volt minden, nem tudom milyen érzés volt. Nem volt olyan nagyon túl jó érzés, de amúgy hozzászoktál. Tehát egy nem tudom mennyi, egy jó pár hónap kellett, ugye, mire elkezd ugye beilleszkedni, de az se olyan volt, hogy ugye olyan otthonias, de a jó pár évbe bele kellett az, hogy teljen, ugye, hogy beilleszkedtél. Lukasz általában mit szokott segíteni ilyen házkörüli munkában? Általában elpakolja az edényeket, meg a villát, meg a késeket, ugye, amikor mondjuk el van mosogatva, Lukasz, hogy elrakja a helyére, meg elrakjuk a tányérokat, mikor mondjuk megvacsoráztunk, meg összeszedi mondjuk nem tudom, mondjuk a ruhákat a fürdőszobából, ugye a zuhanyzás után általában én ott szoktam mindig hagyni,
mindig le is vagyok szúrva érte. Nagyon, Lucas össze szokta szedni nekem. Hány éve élsz együtt a feleségeddel? A feleségemmel mióta élünk együtt? 2000... Most már 12 éve együtt élünk a feleségemmel. Ja, most lesz házasság évforó. Ú, de! Még jó, hogy mondjátok. Na, megyünk tovább. Kik nézik Tamást Erdélyből? Ez a kérdés nem nekem szólt. Aztán. Ha muszáj lenne elköltöznöd Ausztráliából hova költöznél? Fogalmam nincs, hova költöznék. Nem kell elköltöznöm Ausztráliából, miért kéne elköltöznöm Ausztráliából? De ha muszáj lenne, de miért lenne muszáj? Nem tudom. Los Angelesbe, oda elköltöznék. Csak oda sok pénz kell. Nem? Na mindjárt. Menjünk tovább, fogalmam sincs, hogy hova költöznék. Valószínű, hogy Amerikába költöznék. Szerintem. Vagy lehet, hogy Alaszkába. Alaszkába szívesen elmennék egyszer. Vagy Kanadába. Szánkózni. Na mindjárt. Sielni nem tudok. Aztán menjünk tovább. Az én kérdésem az lenne, hogy mennyi időt töltesz a gyerekeiddel? Ugyanez a kérdés, majdnem. Miket szerettek a legjobban együtt csinálni? Mik a nevelési szokásaid? Válaszolod előre is köszönöm. Zsófia Bogdán kérdezte. Mennyi időt töltesz a gyerekeiddel? Ugye ezt mondtam ugye a videónak majdnem az elején, hogy amennyit csak tudok, ugye velük töltöm. Mit szerettek a legjobban együtt csinálni? Ugye, ahogy mondtam, mást a Lucasszel, mást a Davisszel. A Davisszel ugye ugrálunk az ágyon, játszunk, legózunk, meg bóckodunk, meg néha PlayStation-ezünk a Lucasszel, meg ugye, ahogy mondtam, a Lucasszel inkább beszélgetünk inkább, ugye, mivel nagyon nem ugrálunk az ágyon, nem azt mondom, nem is ugrálunk az ágyon, a Lucas már nem ugrál az ágyon, maximum ugye a Davisszel játszik. Mik a nevelési szokásaid? Nem tudom ezt, hogy érted, hogy mik a nevelési szokásaim, tehát mi van nekik megengedve, vagy mi nincs megengedve, sok minden nincs megengedve nekik, sok minden meg van engedve nekik, tehát meg van adva, hogy mikor mennek aludni, mondjuk hétvégén, hétköznap, meg van adva, hogy mikor van ilyen fürdés, mikor van vacsora, mit csinálhatnak, mit nem, tehát a Davis tudja például, hogyha elmegyünk a boltba, és megnézi a játékokat, egyáltalán nem kéri a játékot, tehát nem olyan, hogy ezt is akarok, mindent akarok. Tehát a múltkor is kérdeztem tőle, ugye, mikor találtunk Legót, képzeld, de ilyen Lego figurákat, és kérdeztem tőle, hogy Davis szeretnéd ezeket a Lego figurákat, és kérdezte, hogy mire születésnapomra? Mondtam, nem, most szeretnéd. Azt mondtam, most? Azt mondja, karácsonyra? Mondom, nem karácsonyra, hát most akarod, vagy nem akarod? És úgy meglepődött, hogy jó, akarom, persze. Tehát nem olyan, hogy kéri, ugye, kap ugyanúgy ugye játékokat, de nem minden alkalommal, amikor nem jön ugye játékot nézni, és tehát nem olyan, hogy, tehát ez azt akartam mondani, hogy nem olyan akaratos, hogy ezt akarom, azt akarom, mindent akarok. Tehát, nem tudom. Na mindjárt, menjünk a következő, hogyha gondol, akkor jobban kifejted a kérdésedet, legközelebb akarok, próbálok rá válaszolni jobban. Aztán Ausztráliába úgy, hogy érdemes kimenni, ha van az embernek valami szakmája, vagy úgy is kimehet, hogy ért pár dologhoz. Köszi a választ, előrés és jó nyaralás majd. Köszi szépen. A kijövetelről ugye nem tudom, nagyon nem szoktam beszélni, mert ugye mindenkinek más, nem olyan túl könnyű kijönni, és, de nem lehetetlen, tehát ki tudsz jönni. Szakma, ugye jó, hogyha van szakmád. Azt mondjuk, hogy ki lesz tanulni is. Csak ki kell ugye fizetni az iskolát, de hogyha értesz valamihez, és nagyon jó vagy benne, úgy szerintem több esélyed van rá, hogyha keveset ugye a munka, mint hogyha nem értenél ugye semmihez, és csak ki akarsz jönni a semmire, úgy nem fognak ugye kiengedni. Aztán megyünk tovább. Szia Tamás, mi lesz a Sony fényképezőgéppel? Lecseréled, vagy a GoPro marad? A fényképezőgépet ugye, amivel most filmezek, nem cseréltem le, ugyanis nem tudtam eldönteni még a mai napig, hogy melyiket lenne jó megvenni, melyiket nem, tehát ezzel a gépen nincsen sok baj, tehát ugyanúgy még megy, néha kikapcsol ugye, de szerintem én arra gondoltam, hogy jó lesz, hogyha mégsem lenne jó nyaralás közben, akkor maximum ott majd veszek egyet, meg viszem magammal ugye a GoPro-t is, tehát mind a kettő meg fog maradni, a GoPro ugye jön itt a nyakamon vagy a vállamon mindig, ahol tudok sok mindent filmezni, mikor ezt nem tudom elővenni, vagy cipelem a Davis-t, meg viszem a szemüveges kamerát is, tehát mind az összes kamerámat viszem, ugye a telefonomat is. Vannak olyan dolgok, amik hiányoznak Magyarországról, a Turó Rudi, meg a Balaton Csoki. Az a kettő hiányzik Magyarországról. Aztán hány éves vagy, és a feleséged is hány éves, ugye ezt az előbb mondtam, a feleségem egy évvel idősebb, mint... Itt miért mondom mindig azt, hogy én vagyok egy évvel idősebb, mint a feleségem. Szereted a mókus kenyeret? Mi az a mókus kenyer? Ez biztos valamilyen vicc akart lenni, mert utána nevet. Én szeretem a banánkenyeret. Ezt lehet, hogy hülyeséget beszélek. Na,
Van légkonditok és háziállatotok. Van légkondink ott kint a szobában. Háziállatunk, ilyen pici kis gekkók vannak, ugye ez a kis csúszomászó kint ott a házon. De olyan háziállatunk olyan nincsen, hogy macska vagy kutya olyan nincsen. Aztán tovább. Márk asztalos, csak egy ilyen hosszabb, várjál, komment. Vagy kérdés. Szia Tamás, régóta nézem a videóidat, és nagyon jó vlogger vagy, szeretem nézni a videóidat, szóval, köszönöm szépen. Szóval, azt lenne kérdésem, hogy megkérdeznéd apukádat, és felvennéd a választ, na hát ezt nem kérdeztem meg, megkérdeznéd, hogy mi volt a pontos ok, hogy kiköltöztetek. Engem nagyon érdekel, nagyon megtiszteltnél, ha válaszolnál a válaszolat, és apukád válaszolt előre is, köszönöm. Előre is, és bocs, hogy nem tudok írni. Nem kérdeztem meg apukámat, de majd nem kell ugye megkérdeznem, de nem tudom, hogy vagy felveszem-e, vagy nem, de tudok rá válaszolni. Tehát, azért jött ide, ugye? Mi volt pontosan a kérdés? Az a kérdésem felvenni, hogy mi volt a pontos ok, ugye, hogy kiköltözzetek. Egy jobb megélhetés, ugye, egy jobb jövő, ugye, mi nekünk. Tehát végülis ez volt a fő oka, hogy ugye ide kijöttünk. A Davis mennyire tud magyarul, Adil Berdics kérdezte. Meg tudja ismételni, amit mondok, vagy a szüleim mondanak, a legtöbb dolgot. Sok mindent most már megért, több dolgot megért, mondjuk, mint mondjuk pár hónappal ezelőtt, de úgy, hogy nem beszél, meg túl sok mindent ugye nem értenek, tehát ilyen alap dolgokat ugye azért megért. Hányszor költöztetek? Vivian Kemenes kérdezte. Sokszor költöztünk, nem tudnám mondani, hogy hányszor költöztünk. Ugye nálunk ez nem olyan megszokott dolog, hogy sokat költöznek az emberek, tehát volt, hogy fél évente költöztünk, mikor ugye csak én voltam meg a feleségem. És nem tudom, nekünk ez olyan természetes dolog. Tehát tudom, hogy Magyarországon ugye lehet, hogy megszületsz egy házban, aztán ott fogod leírni az életedet, ott fogsz meghalni ugyanabban a házban, de nem tudom, én rettentő sokat költöztem, nem csak én, sokan itt Ausztráliába, és ez ilyen megszokott dolog. Tehát tudom, hogy ugye Magyarországon nézik a videóimat, ugye nektek lehet, hogy ez olyan furcsa dolog, hogy állandóan költözünk, de miért? Itt nem olyan furcsa dolog, tehát sokat költöznek az emberek. Nem azt mondom, hogy mindenki, itt is vannak, akik ugye leérik az életüket egy házba vagy kettőbe, de nagyon sokan nagyon sokat költöznek. Ugye, ahogy mi is. Miért döntöttél úgy, hogy kiköltözöl? Ugye erre az előbb válaszoltam egy párszor. Hány éves voltam, amikor kimentetek Ausztráliába? 19 éves voltam. Mentettél ki valakit az óceánból? Még nem mentettem ki senkit az óceánból. Mi a kedvenc ételed? Mi a hobbid? Ugye erre válaszoltam az előbb. Aztán Katalin Szabó, szia Tomi, remélem mielőbb lesz majd megint internetet nálatok. Van internet, ugye, ahogy mondtam az előbb, de én is olyan rettentően örülök neki. Nálunk is modem van, és állandóan kírja, hogy repülési üzemmód, és olyankor nincs internet. Nagyon idegesítő, mert számítógépről beszélünk. Tudom, hogy az milyen rossz, amikor elmegy az internet, és valamit ugye kell csinálni. Én olyankor újraindítom a modemet, ugye én is újraindítottam, de nem az volt bele a baj sajnos. Aztán hol tartom? Remélem bármi is történik nálatok, nem hetekbe telik megcsinálni, helyrehozni, ugye szerencsére működik az internet. Szeretném tőled, hogy többet legyen benn Davis és Lucas a videóidban. Szeretem hallgatni, ahogy a Davis és Lucas beszélgetnek, olyan éresek. Kitalálhatnál a két gyermekeddel valami kis játékot, amiben lehetne hallani, látni őket. Köszönöm, és nagyon remélem, minél előbb visszatér a net. Hozzátok, addig is minden jót kívánok nektek. Köszönöm szépen. Lehet, hogy majd valamit kitalálok a jövőbe, hogy milyen játékot, nem tudom, de köszi az ötletet, majd valamit gondolkodok rajta, hát ha valamit ki tudok találni. Várjál, szereted az energiaitalokat, ha igen, miért? Szeretem az energiaitalokat, általában ezt a barnásat iszom, nem is tudom milyen neve, ez a naturális energiaital, ami nem naturális, ugye, néha Red Bull-t szoktam inni. Hogy miért? A jó az íze, meg felpörget egy kicsit a fejemet. Főleg reggel, amikor felébredek, bár nem úgy, hogy reggel ugye nem olyan, mint a kávé, tehát nem úgy iszom, de délelőtt egyet meg szoktam inni. Nem minden nap, néha meg szoktam egyet inni. Miért költöztél Ausztráliába? Ugye erre válaszoltam, jöttek majd Magyarországra, ugye erre is válaszoltam. A feleséget tud egy kicsit magyarul, egy pár szót, igen. Davis tud magyarul, ugye ezt az előbb mondtam. Érti a magyar nyelvet, kérlek válaszolj, ezekre mind válaszoltam, tehát ugye most nem fog újra válaszolni.
Szia Tamás, próbáltad már áramtalanítani a modemet? Ez a modemes kérdés, igen, próbáltam, ugye, tehát minden kiúztam, bedugtam, áramtalanítottam, újra csináltam mindent. Nem az volt a hiba. Hány éves a feleséged? Ugye ezt mondtam, akkor hogy töltötted fel a videót? Ugye, hogyha nem volt internet, hogy töltöttem fel a videót? Ugye, hogyha végignézted volna a videót, akkor tudtad volna, hogy hogy töltöttem fel a videót. Na. Hány kilométer van a kocsidba? A kocsimba? A Fordba? A Fordba most van 14.700 kilométer, tehát nem olyan túl sok. Az évjárathoz képest nincs olyan túl sok kilométer benne. Ugye általában, ha megyek dolgozni, akkor a munkásautóval járunk a Forddal, mert csak így elmegyünk körbe-körbe. Közben kikapcsolod a kamera, képzeld el, lehet, hogy túl sokat vettem. Tehát ahhoz képest mennyi idős az autó, ugye 2000... Mikor? 16-os az autó, de 17-ben vettem, és a kereskedőnél állt az autó körülbelül egy évet, mert nem vett ugye meg senki, nem használta senki, és el volt dugva hátulra, még ők se tudták, hogy nekik van ez az autó. Én az interneten láttam, ugye, ugye az interneten ugye meg tudod nézni, hogy melyik kereskedőnek milyenféle fajta autóik vannak ugye raktáron, és látom, hogy neki van raktáron. Tehát annak idején elmentem, én tudtam, hogy ezt az autót szeretném ebbe a színbe, ilyen évjárat, minden, ugye ez az utolsó kiadás ebbe az autóba, a manuális változás, ami rettentő jó. És én tudtam, hogy ezt az autót akarom, de nem volt sehol se. Egy helyen volt, de ott nem akartak engedni az árból, na mindegy, úgyhogy azt nem vásároltam meg, és láttam, hogy ennél a kereskedőnél van, oda mentem, és azt mondták, hogy nincsen. Mondtam, de én akkor is láttam, úgyhogy minden, hazajöttem, felhívtam őket telefonon még egyszer, mert akkor is láttam az internet, hogy ott van. De mondtam, hogy ott az autó, azt mondták, ja, tényleg itt az autó, ott van behátul. Tehát nem tudták, hogy van ez az autójuk, az a lényeg. És 2016-os, ugye akkor jártották utoljára, én 17-ben vásároltam meg, és azóta majdnem 15 ezer kilométert ugye tettem bele, ami nem olyan túl sok, ugyanis általában régebben az autóimban egy olyan évente szoktam tenni körülbelül olyan majdnem 15 ezer kilométert, és most ugye megvan több mint egy éve, tehát hozzá képest szerintem elég jó. Na, megyünk tovább. Csak olvasom a kommenteket. Szeretsz vezetni, meg jetskizni? Szeretek vezetni, meg szeretek jetskizni. És ha van Bluetooth hangszólód, és ha van, akkor lesz belőle teszt. Nincsen Bluetooth hangszólóm, úgyhogy nem lesz belőle teszt. Adorján Kovács kérdezte, visszaköltöznél Magyarországra? Kérdezd meg feleséged, és hogy ő költözne-e, ha te? Igen. Nem költöznék vissza Magyarországra, hogyha visszaköltöznék Magyarországra, akkor a feleségem is ugye jönne velem, tehát nem maradna itt. De tervben nincsen, hogy ugye visszaköltöznék Magyarországra. Tehát maradunk itt Ausztráliába. Jártál már szabad szálláson? Igen, jártam már szabad szálláson. Hova mentek nyaralni? Amerikába vagy nyaralni. Magyarország vagy Ausztrália tetszik jobban? Attól függ, hogy miben. Tehát Ausztrália szép, Magyarország is szép. Tehát Magyarországon is vannak rettentő szép dolgok. Másmikor ott laksz, meg másmikor ugye nem laksz, csak nyaralni mész oda. Tehát itt is másmikor ugye itt lakunk a Gold Coaston, tehát rettentő szép minden. Másmikor, amikor legelőször ide kijöttünk, és láttuk, hogy ott az óceán, ott a pálmafa, ott a szép minden. Amikor itt laksz egy ideje, akkor már ja, ott van, és úgy nagyon ugye, úgy nem tud meghatni, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát tudom, hogy ha Magyarországon lasz, akkor lehet, hogy nem olyan szép, mint amikor már ugye nem laksz ott. Mert hogy oda mész csak nyaralni, akkor ugye szép. Tehát nem azt mondom, hogy a Balaton az olyan szép, mint az óceán, mert ugye nem olyan szép, de más. De abban is van valami szépség, az a sok szép vitorláshajó a Balaton, na minden, nekem tetszenek. Aztán megyünk tovább. Lehet, hogy kellene egyet inni, na minden. Akarsz még gyereket, gyerekeket? Nem akarok több gyereket. Hány évesek a gyerekek? Nincsen honvágyad. Hány évesek a gyerekek? 3 lesz, a Davis 10 múlott, a Lucas nincs honvágyad. Hova Magyarországon nincs honvágyam. Ahhoz túl, ugye... Sok ide itt lakok Ausztráliából, hogy Magyarországra szerintem honvágyom legyen. Tehát nem, semmi nem köt Magyarországhoz. Ugye itt van minden, itt van a család, itt vannak a gyerekek, itt van minden, itt van az életem. Magyarországra úgy nincs, nem köt semmi se. Van Instagramod? Igen, van Instagramom. Itt a videó alatt a leírás megtalálod a címet. Hol jobb élni Magyarországon vagy Ausztráliában? Nem tudom. Én szeretek itt élni, én itt el vagyok. Magyarországon is szerintem el lehet lenni másképpen, ugye, attól függ, hogy ugye mit dolgozol, mennyit keresel, tudom, hogy Magyarországon rosszabb a megélhetés, azt tudom, hogy rosszabb a megélhetés, tehát attól függ, nem tudom. Hány évesek vagytok, ugye ezt már mondtam. Vissza, gondolkoztál már azon, hogy visszaköltöz Magyarországra? Mi az a sok kérdés, hogy vissza akarok-e költözni Magyarországra? Miért költöztél el Magyarországra? Ugye erre válaszoltam.
Lucas meg Davis szoktak egymást barátnak nevezni. Szokták. Játszanak, ugye testvérek. Milyen a kedvenc színed? Attól függ, ugye, amiben. Ferrari-ba a pirosat szeretem, a Ford-ba ezt a kékes színűt szeretem. Tehát attól függ, hogy ugye, miben. Melyik a kedvenc betűd? Nem tudom. Nincs kedvenc betűm. Lucas a barátaival szokott limbózni. Az a mi az a limbo? Az a limbo az, nem? Nem tudom. Melyik a kedvenc ételed? A halas, halászlé, halaslevás. Azt szeretem. Már szeretem a sushit is, de csak a halassat. Szeretem a halat. Szeretem a fish and chips-et, ugye azt a halat meg a krumplit. Ja, na minden. Davisnek milyen játékai vannak? Fú, a Davisnek nagyon sokféle fajta játéka van. Lego, aztán vannak ilyen figuráján, ilyen minek meg ezek az action figura, mint régen a G.I. Joe volt. Van a kis autói, nagy autói, labdája, homokozó lapátja, homokozó vödörje. Nem tudom, az egész szekrényt le van játéka. Családtagaid nézik a videóidat, apukám meg anyukám nézi a videókat. Többi családtagomról nem tudom, hogy nézik-e. Szerintem nem nézik a videóikat. Ugye most Magyarországon még van egy pár családtagom, de szerintem ők nem nézik a videóimat. Utóirat, még csak 15 éves vagyok, de nagyon álmom kiköltözni Ausztráliában, mikor nézem a videóid egyik szemesi, a másik nevet, mert jó betekintést nyerni az ausztrál életbe, de egybe tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz kijutni. Várja. Kedvenc videósom vagy, csak így tovább. Köszönöm! Köszönöm szépen. Örülök, hogy ugye tetszenek a videóim. És remélem, hogy egyszer ugye sikerül kijutni Ausztráliába, más nem, legalább csak ugye nyaralni. Tomás, mi jobb ott, mint Magyarországon? Az időjárás, az biztos, hogy jobb. Tesóddal, hogyhogy nincs mostában videó, kezdem már hiányolni. Nem szeret a videóba szerepelni mostában, tehát ezért nincs ugye videó vele. Ki a kedvenc youtubered? Ki a kedvenc youtuberem? Hát nem tudom. Talán Casey Neistat. Ugye az ember, aki New Yorkban lakik. Én őt szoktam nézni, de bár mást is szoktam nézni, de általában, hogyha ő tölt fel egy új videót, akkor ugye mindig megnézem. A többit meg csak úgy, amikor kedvem van. Aztán megyünk tovább. Redcraft kérdezte, szia, az lenne a kérdésem, hogy neked melyik az a három kedvenc ország, ahol el szeretnél jutni, ha kérhetem sorrendben további szép napot. Ahova el szerettem volna jutni a világba, szerintem én mindenhol eljutottam már. Sok helyen ugye jártam, ahol el akartam menni, tehát nem tudom. Ezen kívül Afrikában nem jártam, nem akarok elmenni Afrikába. Tehát ahova akartam, mindenhol eljutottam. Én úgy gondolom, kivéve talán, nem tudom, Amerikában a 66-os jutott, azt még nem mentem végig, azt így szeretném menni, tehát Chicagótól lemenni, ugye Kaliforniából Los Angelesig, a régi 66-os úton, azt nagyon régóta meg szerettem volna már tenni, egyszerűen meg is fogom, amikor elmegyek nyugdíjba, és sok időm lesz, remélem meg tudom tenni, az még nem mostában lesz, tehát azt meg szeretném még csinálni, lehet, hogy elmennék egyet Alaszkába megnézni a hideget, nem? Na igen, néha szoktam nézni a tévében ezt az alaszkai műsorokat, lehet, hogy azért szeretnék ám oda menni, amúgy tudom, hogy nagyon hideg van, meg lehet, hogy nem olyan jó, de na minden, oda még lehet, hogy elmennék, aztán lehet, hogy akkor már ugye Kanadába is, de úgy máshova a világba, ahol el szerettem volna menni, már mindenhol voltam. Talán még egy Új-Zélandon ugye nem voltam, de majd oda lehet, hogy el szeretnék menni. Az öcsém azt mondta, hogy szép. Na igen, oda lehet, hogy elmegyek megint egyszer, nem én megint, az öcsém majd egyszer megint. Na minden. Aztán Lucas és Davis mennyi idős, ugye válaszoltam rá, megéri venni az iPhone 10-es telefont, ez az X-eset? Nem tudom. Nekem bejön, nekem tetszik, nincs vele semmi bajom, de hogyha meg tudod tenni, vedd meg, szerintem jó. Én csak azért vettem meg, mert nem akartam, ugye volt az iPhone 6-osom, mert rettentő boldog voltam, tehát lesz, hogy cseréltem volna, hogyha le nem dobom és nem törik össze, mai napig az lenne meg. És azért vettem a 10-eset, mert nem akartam venni egy 7-eset vagy egy 8-asat, mert ugyanúgy néz ki, mint a 6-os. Tehát tudom, hogy a belseje másabb, meg talán jobb a kamerája, meg minden, meg másabb a színe, de ugyanolyan gombos, egy az egyben úgy néz ki, és rettentő régben voltam, meg volt a 6-os, ezért gondoltam, hogy inkább veszek ezt a 10-eset, ami nincsen gomb, és így húzogatom, mint a fene. Tehát nem tudom, hogyha meg tudod venni, szerintem megéri megvenni, hogyha nem tudod megvenni, szerintem semmit nem fogsz feleveszteni. Tehát ugyanúgy boldog lennék, ugyanúgy a 7-essel, vagy a régi 6-osommal is, hogyha működne. Tehát nem tudom, hogyha tudod, megéri megvenni, hogyha nem, akkor szerintem semmit nem fogsz feleveszteni. És ugye a szoftver, a belső ugyanaz, mint az operációs rendszer, mint a másiknak. Tehát nem tudom. Aztán menjünk, hogy az, hogy költöztetek ki Ausztráliába és visszajössze Magyarországra. Ugye erre válaszoltam az előbb.
Ha legközelebb hazajössz Magyarországra, akkor fogsz szervezni nézőiddel találkozót? Szerintem fogok. Mit szól a feleséged, hogy videózol? Nem szeret bennük lenni, azt tudom, de úgy semmit nem szól. Azt nem szereti, hogyha a házba videózok, és még nincsen elpakolva valami, és rendetlenség van, és benn van átélve. Azt nem szereti. Feleségednek mi a foglalkozása? Eredetileg a feleségem ilyen... mit tanult? Ezt a felszolgáló valamit, csak ilyen másnak hívják. Aki így felszolgál dolgokat. Na minden. Szia Tomi, az lenne pár kérdésem, ha lenne egy kis időt messengerön megcsinálniám. Nincsen messengerem, úgyhogy nem tudom megcsinálni. De hogyha van kérdésed ide, az e-mail címre nyugodtan írhatsz. Aztán, Gergő Kaszás kérdezte, első kérdés, három kérdés van. Mi az, amitől félsz a kígyóktól, csúszmászoktól félek? Második kérdés, mi a véleményed az ausztrál politikához? Nem politizálok. Aztán, ki a harmadik kérdés, a városotok vallásos? Mindenhol van vallás, nem? Mindenféle vallás van mi nálunk. Úgyhogy, hogy vallásos-e vagy nem, biztos van, sok ember vallásos. Ugyanúgy mindenhol, nem? Szeretnél újra Magyarországos élni a családdal? Nem. Nem szeretnék. Két éve kérdezték, hogy jöttök el Magyarba, mert nyuszi kicsi, ugye Davis, el tudtok jönni Romániába? Hogyha megyünk Magyarországra, megyünk majd Romániába is. Majd megyünk, de nem tudom. Így benne van körülbelül az 5 éves tervbe talán, tehát mostanában nincs tervbe, hogy elmegyünk Magyarországra, most elmegyünk ugye Amerikába, hazajövünk, aztán utána így el leszünk, talán így megyünk biztos Sydneybe most már, mert nem voltunk egy jó ideje. Ugye a feleségem onnét van. Aztán, hogy Magyarország még nem tudom, az 5 éves tervbe talán bent van. Aztán, szia, eddig milyen telefonjaid voltak, és melyiket szereted a legjobban? Milyen telefonjaim voltak? Te? Nekem rettentő sok telefonom volt, ugyanis régebben, mikor kiköltöztünk ide Ausztráliába, és elkezdtem ugye dolgozni, komolyan mondom, nekem minden hónapban másfajta telefonom volt, tehát nagyon sok telefont kipróbáltam, hogy milyenek nem tudnám felsorolni, de a régi Ericssontól Nokiaig, Motorolláig, Samsung telefonom is volt, mindenféle fajta telefonom volt, hogy melyik a legjobb. Én az iPhone-t szerettem, hogy melyik iPhone szerintem, nem tudom, a 4S-et azt rettentően szerettem, mert semmi hibája nem volt, legalábbis számomra. A 6-osnak már sok hibája volt, volt a 3-osom, vagy meg az a 3G-sem is, annak is voltak az hibája, a 4S-sel rettentően meg voltam elégedve. Aztán az iPhone 10-es eddig nincs hibája, legalábbis nekem tetszik, tehát jobb, mint a 6-os. De nem tudom, mondjuk 6-ossal sem volt úgy bajom, de tehát többet fizetsz, jobb minőséget kapsz, én szerintem. Nem tudom, én így látom, tehát jobb a minőségenek a 10-esnek, mint a régi 6-osomnak, de ahogy mondtam, én boldog voltam 6-osommal, és jár az akkumulátorom, úgyhogy lehet, hogy mindjárt ki kell cserélnem, várja. Kicserélöttem az akkumulátort. Te ez a mai videó lehet egy kicsit hosszabb lesz, megszokottnál, ahogy szoktam mondani. Na minden, menjünk tovább. Ben vagyok fókuszálok rendesen. Lesznek még régi családi videók, mint amilyet egyszer töltöttél már fel? Nem tudom. Lehet, hogy lesznek, lehet, hogy nem lesznek. Majd meglátjuk a jövőben. Aztán, voltál már Sydneyben, ugye igen, voltam Sydneyben, vagy Ausztrália, igen, voltam Sydneyben, ugye a feleségem ugye onnét van. Szép Ausztrália? Szerintem szép Ausztrália, vannak szép ugye dolgok itt Ausztráliában, mert gondolkodom rajta, hogy ha nagy leszek, kimegyek oda pár hónapra, és ne hagyd abba a videózásra, mert nagyon jól csinálod. Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy sikerül ugye egyszer majd kijönnöd, és hogyha erre jársz, nyugodtan látogassál ugye majd meg. Mit csinálnál, ha elmenne az áram? Mit csinálnék, ha elmenne az áram? Nem tudom, attól függ, hogy ugye mikor menni el az áram, mert hogyha mondjuk munka közben, vagy az áram, mikor nem vagyok itthon, úgy nyugodtan elmehet. Hogyha délután megy el, és olyan nap van, akkor ugye maximum elmegyünk itthonról valamerre, még vissza nem jön, de maximum betelefonálnak ugye az áramszolgáltatóhoz, hogy miért nincs áram, és biztos megmondják, hogy miért nincsen, de nem tudom, mit csinálnak. Mondjuk működne majdnem minden, mert az internet működne, mert a mobilom ugye maximum működne, a laptop működne, mert nem kell hozzá áram, max a TV nem működne, de a kábel TV is jön ugye a telefonon keresztül, meg a laptopon keresztül is. Az internet, a rendes internet nem menne, az a mobiloség úgy, ahogy meg nincsen zseblámpánk, meg gyertyánk, úgyhogy ha sötét lenne, akkor nem látnánk semmit se. Na minden. Aztán megyünk tovább. Szia, remélem visszajön a netetek, visszajött ugye a netünk.
Egyébként a kérdésem az lenne, hogy találkoztatok-e már Ausztriában valamilyen furcsa állattal. Nem tudom neked, hogy mi a furcsa állat, sok állatot láttam, de nem tudom, hogy mi a furcsa. Hány éves vagy úgy, ha elosztod az életkorod kettővel, majd szorzod, na minden. 37 éves vagyok. Legalábbis leszek. Nem sokára. Nagyon nem sokára. Nagyon közel jövőbe. Kevesebb, mint egy hét múlva. Fú, te! Na minden. Nagyon befolyásolja az életedeket az ózon réteg elvékonyodása. Hát annyira nem, már mégis befolyásolja, de be kell kenned magadat ugye minden olyan napkrémmel vagy tejjel, és ugye nem ajánlott kimenni 10 óra és 2 óra között, ugye az nem a legjobb időszak kimenni, ugye. Meg nem mész ki napozni. Már sokan kimennek napozni, de nem jó, meg ugye nagyon sok embernek van ilyen bőrrákja, tehát elmennek az emberek, és kiszedetik ezt a valamit, azt a... Ugye megnézik, hogy van-e bőrrákod, ugyanis nagyon sok embernek van-e bőrrákja. Én is elmentem, ahogy nem olyan túl régen, de azt mondták, nincs bőrrákom, úgyhogy megnyugodtam. Ugyanis volt ilyen, úgy tudod meg, hogy valamilyen foltos valami van itt a bőrödön, és nekem volt valami, de azt mondták, hogy nem bőrrák, úgyhogy nem kell aggódni. Már nem mondták meg, hogy mit föl. Na ugye, reméljük, hogy semmi se. De hogy nem bőrrák, az biztos. Vagy elnézte az orvos. Na ugye. Lucas hányadik tanuló lett? Lucas hányadik tanuló lett? Hogy hányadik tanuló lett? Hova mentek nyaralni? Mondtam, hogy nyaralni. Lucas amúgy jó tanuló, hogyha az volt ugye a kérdése. Lucas jó tanuló, tehát... Nem azt mondom, hogy kitűnő tanuló, de nem rossz tanuló, közepesnél jobb tanuló. Azért jó tanuló, nem? Olyan négyes, nem? Az a jó. Tehát valamiben ugye kitűnő, tehát angolból, ami ugye magyar lenne Magyarországon, de nálunk, na minden, értitek, tehát angolból, abból rettentő jó, ugye? Tehát nem angol nyelvből, nem úgy mondom, hogy... Mert tudom, hogy Magyarországon a magyar, tehát magyarból lenne jó, de így angolból jó, érted, mit mondok? Meg matematikából ugye rettentő jó, meg számítástechnikából ugye nagyon jó. Énekből nem olyan túl jó, már nem baj, ha nem tudja énekelni. Úgyhogy, na minden. És ennyi volt a kérdés, ez a mai videó, én azt hiszem, hogy egy kicsit hosszabb lett a megszokottól. Na várja, felvettem a kamerát, ugye most elmegy feltöltöm az összes akkumulátoromat, és lecsukom a számítógépemet, amit kíváncsiak, hogy hány ember fogja végignézni. Itt a videó lájjátok meg, hogy kinézte végig a videót, de úgyhogy nem pörgetett bele, szerintem nem túl sokan. De ki tudja, lehet, hogy aki kérdezett, azok végignézték. Ez a 100, mennyi kérdés volt? Körülbelül a 100 kérdés volt, nem? Vagy lehet, hogy kevesebb vagy? Na jó. Na minden! Na, felállok én meg, elmegyek vissza a kezet, mert rettent meg kiszáradt a torkom. Most elmegyek és nem máshol csinálni, képzeld el, mint megborotválkozok. Valószínűleg gyorsan lezvanyozok, megborotválkozok, csak nyitom itt az ajtót. Meg fogok még, opá, vacsorázni, úgyhogy ide a videó alá írjátok meg, ha gondoljátok, hogy hányan néztétek-e végig az elejétől a végeig. Elmondtam, hogy hosszú lesz, most meg csak beszélek, na minden. Úgyhogy ahogy mondtam, hogy amint visszaértünk ugye a nyaralásból, és hogyha minden jól ment, amúgy reméljük, hogy minden jól fog menni, nekiállok megszerkeszteni a videókat, és megpróbálom föltölteni aznap biztos, hogy nem, de legalább másnap, vagy rá pár napra, attól függ, hogyha leszek elfáradva minden. És utána folyamatosan lesz videó minden nap egy darabig, aztán utána ugye majd meglátjuk, úgyhogy mára ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!